Anita, mit találtál? Hát nagyon tetszik nekem például az, hogy sárga virágú cserjé és pimpó. Hoppá, hát az nagyon szép cserje. Hát persze, hát az egy cserje, az egy, az egy szuper. Meg a gömbcseplesztmennél tartottuk, szóval ez tipikus. Igen, szóval ez egy tipikus kiskertbe való növény. És én azért mindenkit arra biztatok, hogyha van hely, akkor ültessen olyan fát, aminek nagy lombkoronája van. Tehát mondjuk például, csak azért benne ezeket a determinált fákat, tehát ami gömb formájú marad nyírás nélkül, oszlopos marad, vagy csüngő marad, ezeket azért picikét ugye elkezdték úgy toltolni. Mondok egy példát, parkolóba, mondjuk ilyen bevásárlóközpont parkolóban láttam, hogy végig ilyen gömbkoronájúakat ültettek. Vagy máshova is ilyen előkertekbe, úgyhogy lett volna hely. Lett volna hely. És föltettem a kérdést, hogy ezeket a, mert végül is azért ezek a növények, most nézzük egy gömbkoronájú fát, azért egy rendes nagy lombkoronájú fához képest, és elnézést, amit mondod, de kicsit azért ezek nem. Hát, de most mi ez? Tehát ez arra jó, hogyha tényleg van 5 négyzetméter a belvárosban, és fát akarsz ültetni, hívják fának, felkapaszkodott arra a hajóra, amivel a fák utaznak, de azért nem adja azt a faj élmény. Tehát ha tudunk egy rendes, nagy 15-20 méterre megnövő fát, ha van helyünk, mert nincs légvezeték, meg nincs televezetékkel a talaj, és nem fog a homlokzatba érni, meg nem árnyékol minket feleslegesen, meg nem tudom, csak akkor ültessünk nagyra növő fát. Ugyanis azért ugye továbbra is, oké, most ez egy esős év volt, azért továbbra is klímaváltozás és stb. Tehát nekünk létszükséglet az, hogy a következő 10-20-30 évben itt legyenek felnövekvő nagyméretű fák, amik árnyékolják, fogják a port. És ha átöleljük őket, akkor feltöltődünk szeretettel. Így van. Úgyhogy ne gömb fát. Igen. Létezik olyan, mert szerintem ez ilyen Harry Potteres talajtakaró hóbogyó. Az mi? A hóbogyó az egy nagyon egyszerű növény. Ilyen kis fehér kis bogyói vannak. Hát most tipikusan az, ami kórházakban is egyébként hóbogyót annak idején telepítettek, meg autópályák mellé. Autópályák mellett, amiket lát. Hát inkább egy ilyen kis elhajló talajtakaró és cserjék közötti valami, de lényeg az, hogy egyszerre ültetjük, öntözzük az első évbe, és akkor nagyjából utána magára lehet hagyni, talajból sokszor így megújul, akár lenyírható most fűnyíróval, vagy valami durva dolog, és utána újra hajszva, hogy tényleg ilyen örök élet meg egy nap, tehát nagyon stabil. Tehát azért itt jön meg a fajta választás, hogy olyan cserét választok, amit nem tudom, permetezni kell egy évben kétszer, és akkor nem tudom, mit kell vele csinálni. Vagy pedig tényleg egy hóbogyót megtanuljuk szeretni azokat a... Vagy például most becsülni, így van, meg hogy kezdjen el tetszeni az, ami igénytelen, mármint hogy a fenntartása, így van, igen, itt van például nagyon jó példa, hogy a kecskerágó, most nagyon sokan, mármint hogy ez az Evonimus alatus, szerintem erdély kecskerágónak hívhatják talán, vagy európai kecskerágó, most nem is tudom, de a lényeg az, hogy elképesztően szárnyas kecskerágónak hívják, meg megvan, hogy most nagyon sok kertben lehet látni, hogy ilyen pirosló, vöröslő valamit, elképesztően szép. Most az él az erdeinkben is, azt egyszerre ültetjük, fantasztikusan gyönyörű, pirosas, mélybordó színe van ilyenkor ősszel, és akkor hány ember ültet mondjuk japán juhart, ami tényleg nagyon szép, de ugye páraigényes, nap kell neki, hogy kijöjjön a szép színe, de azért, ha nagyon tűzi a nap, akkor megpersöldik a vége, érted? És akkor azzal telik az életet, hogy akkor a japán juharnak így belőtt azt, hogy legyen páratartalom is, meg napfény, ugye az nem ide való, tehát ugye attól még szeretjük ültetni, tehát hogy tanuljuk meg szeretni azokat a növényeket, amik itt a hazai klímán minden gond nélkül megélnek, és ezekből a növényekből is vannak nagyon szépek. A neve alapján még egyet én ültetnék. Tessék. Törpe, kánya bangitát. Fogalmam sincs mi az, de annyira jól le van. Na hát ezek a bangiták, ezek nagyon jók egyébként. A ráncos levelű bangita, azt mindenki ismeri. Postarabló bangita. Igen, tényleg rengeteg van. Én azt mondom, hogy mindig végig kell gondolni, és maga az ültetés az pedig érdemes úgy, hogy már magát a falat is, vagy a kerítést, ugye hát ez már innentől kezdve egy persbő vita, hogy a kerítést. Igen, és akkor jön az, hogy jó, de akkor hogy fogjuk festeni most? Őszintén, hányszor festik, tehát jellemző kép az, hogy emberek kerítéseket festenek Budapesten? De hány embert láttál életedben, aki kerítés festett? Csak, mert én majdnem minden alkalommal megakadom, hogy nem lehet majd lefesteni a kerítést, de most őszintén, hányszor láttál az elmúlt 10 évben, hogy ember kerítés fest Budapesten? Mert én nem. Nekem van egy fényképem, hogy a nagyapám abban a házban fölöttem festi a kerítést, de ő volt az utolsó. Szóval szerintem nyugodtan befutathatjuk a kerítést vadszőlővel például, vagy egyébben, és az már ugye ad egy ilyen zöld falat. És kapaszkodó növényekkel körbe, lombos fák, cserjék, évelők. És akkor gyakorlatilag, hogy ezek a szintek megvannak, ezzel tudjuk takarni úgy a talajt, hogy aztán majd a káros
kiszáradástól, vagy a napsugárzás káros hatásaitól, tehát ha kiszáradjon, megóvjuk, ha borítva van a talaj, akkor nem jönnek fel a gyomok, tehát már ezzel a három kultúrával, a kapaszkodó növények, a falon, illetve a kerítésen, lombhullatófák, lombosfák, különböző talajtakaró cserjék, a hóbúgyót például, és az évelő növények, ezzel egy nagyon jó beállt kertet lehet létrehozni. Ha nem építünk sziklakertet, meg fűszerkertet, meg egynyári ágyás, meg nem tudom én micsodákat, meg különleges japán növényeket nem teszünk be, aminek nem tudom, párásító berendezést kell tenni, akkor azért nagyon könnyen fenntartható kertet. Ez azt jelenti, hogy évelején van egy tavaszi kertmintás, egy metszés, mondjuk egy lemosó permetezés, kitakarítjuk a kertet, az orbáncfület visszavágjuk, ilyesmi, és akkor utána egész évben lényegében el van a kert. És hogyha azért úgy belegondolunk ezekbe a közös terekbe, a könnyen fenntartható kertet szeretné mindenki, aki társaházban él.